Még egy utolsó jelenetünk van. Már megint hazajön, de most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várja az asszony. Semmi nincs. Akkor megnapja, vigyázz azt, hogy az ágyra szeretnék valamit mutatni. Mi? Óriási tervek vannak. Akartam a nagy ügyle. Kitaláltam, hogy mostantól... Gyere. Mi? Nincs gyere! Társadalmi kicsit nem menjünk neked a Jancsi meg a Juliska. Na. Még hogy jövő mindenkit első évkinek? És nem jól van szó. Hanem rólunk, illetve kivételesen rólam. Kitaláltam, ne. Hogy... Na jó, kitaláltam, igen. Hogy hogy világoztatom fel a kozmetikai szalont, és ezáltal a mi kettők életét. Hogy fogjuk elérni azt, hogyha kitaláljuk mondjuk, hogy utazunk el Szicíliába, amiért a múltkor addig kellett rágnom a füledet, amíg végül beadtad a derekadat, és végül azt mondtad, hogy igen, jó, hogy rendben. Személyi kölcsöt kellett felvennem. Na, ennek vége. Ugyanis rájöttem. De most mit kerülgeted a kását? Hogy mi a jövő? Mi a jövő? Mi a jövő? Mert jövőnk az van, itt vagyok én. A kozmetikát, mi kell neked még, mondja. Tényleg. Nekem? Jó. Nekem kell egy nő. Hát a nő? Nő. És hülyeség? Nem. Rájöttem arra, hogy mostanában gyakorlatilag végignézek tényleg az utcán az embereken, bekapcsolom a tévét, elmegyek egy színházba, minden második ember trabi. Transvestita, tudod mit jelent? Napközben öltöny, nyakkendő, rendes konszolidált viselkedés, félre simított haj és este, amikor leszáll az én női ruhába öltődik, kifesti magát, fölveszi a magasakút, fölveszi a boát, és kiéri a titkos vágyait. Ez egy ez van. Én nem ítélkezem, viszont észrevettem, hogy ez van, és felfedeztem benne a jövőt. Úgyhogy drágám, mostantól normális, átlagos, konszolidált családapákat fogok sminkelni a szalonomban, akik este 7-től éjfélig nálam változhatnak át. Rajtad fogok gyakorolni. Ez most komolyan gondolod? Ne félj, drágám, nem fog fájni. Muszáj letesztelnünk, hát képzeld egy kicsit a... Nem fordítok ide felszínűleg? Ja, de erre iszkénál, mert annyira izgulok. Hát ugye ez legyen előtt, nem? Nem, szívem, nem. Ez most hátulad. Erről egész más lesz. Én nem vagyok ilyen. Most én ott fogok kinézni. Tényleg ki akarsz festeni? Persze. Hát nem hiszem. Szeretnék gyakorolni rajta. Nem tudom. Ez egy akkora baromság. Én nem mondod, hogy baromság az én hatalmas ötletemre. Egész éjjel ezen gondolkodtam. Reggel még nem akartam elmondani neked. Gondoltam, hogy még for egy kicsit bennem az ötlet, amit tökéletesedik. És hát így is lett. Azért jött a rákom. Tudod, ez a... Mert az a szép hajcsat, amit hoztál nekem Bécsből, az a te hajadban nem annyira jó, ezért kénytelen vagyok kendővel lefogni a hajacskát. Ezt most tényleg komolyan kell csinálni. Neked semmit nem kell csinálni. Lazulj el szépen, enged el magad, közben meséld el nekem. Közben meséld el nekem, csupa a szemecskédet. Mi volt a munkahelyeden?
Nyugodtan, nekem bármit elmondhat. Nem, a kinyitam, már tessék, belejött az esetet a számára. Én legyen erőbb kíváncsi, hogy nyugodtan. Jó, akkor jövök. Jövök a szemedhez. Pont olyan leszel, amivé szeretnének ezek az emberek várni. Egy gyönyörű, kívánatos nővé, akire nem lehet ráismerni az életre alatt. Senki nem fogja őket másnap meggyanúsítani, hogy a Kakadóvárban őt látták, miközben éppen ő egy nagyon komoly üzleti tárgyaláson, mint mondjuk a Szabó, bár mondjuk a Szabóról nem tudok ilyesmi. Hát ha tudnál, Szabó. Na, mesélj szívem, lehet, hogy egy leendő kuncsapfunkról beszélgetünk. Nem olyan értem, a Szabó azt értem, hogy te figyelj. Mit csinál a Szabó? Mesélj. Elég arra egy babára bőjében. Mármint, hogy lány? Persze. Igen. Nem gyerekre gondoltam. Olyan karzi nem foglalkozni. De most kérted? Mondja, drágám. Nem hiszed te meg, hogy hogy nézel? Nem, szívemet nékhez. Meddig tart ez? Nem sokáig. Figyelj, egy ember az fél óra körülbelül. Szerintem az teljesen reális. Igen. És így? Na várjál. Igen. És akkor te úgy tervezted ezt az egészet, hogy meddig leszel akkor nyitva? A véletlenül ezek a... Kicsikért, kitaláltam, ez nálunk lesz itt a lakásod. Neked elgyújt a gyógyszeret. Jó. Az, hogy várhatod, hogy inkább is itt egy faszi ülni, aki kifejtett vörösre, pirosra, kékre, szemgolyóig, vagy mi az, hogy hamiskán húzó rá, vagy az, hogy úgy jön. Nem, öltözni ott öltöd, amikor akar, de jó, hogy mondod, mert egy paravánt rendszeresen. Várj, azt terveztem, hogyha vége van ennek az egésznek, elmennék maga vacsorázni. Nem tudom én ezt szedni magamról? De nem, szívecském. Megünnepeljük a karavánokat, jó? Csukd be a szemed. Hát így nem fogok kivel az utcára, biztos, hogy nem lennék egy pizzát. Tárján, tényleg itt lesz? Itt lesz, nálunk. Figyelj, úgyis bajod. De mi gondolod, hogy itt lesz? Ez egy kényelmes. Úgyis bajod volt ezzel az ágyal, nem? Hozzá is egy tükörtét, szeretni megnézni magam, hogy mit csinálsz. Meglepetés lesz. Mi mit kérsz rá? Gyönyörű leszel, szívecském. Sőt, nem most? Gyerekek van alszom, így megállítottam. Szerintem négy éve visszafelé. Ha beszélsz, nem fog menni, inkább dúdolgass. Juliska biztos, hogy nem fog. Dúdolgass! Újra kell tanítani, olvasni. Nagy hígás tudatlan lesz. Nem tudod, már nem a szaríze van ennek. Nem, igen, külcsön. Nem biztos, hogy dolgok? Nem biztos. Jól van nyelvőrkém, jól van lécsikém. Tényleg, el akarod terelni a figyelmet arra, amit csinálok. Csukd már be a szád, egy kicsit fogd már be. Úgy. Te ezért tesz, ugye? Azt mondja. Ez a szakmám drága. Értem. Megnézhetem most magam a lécsikét? Várjál, hozok egy tükröt. Fordulod a fény felé, mert most sütöl a nap. Gyere! Megfordulhat! Jó, de? Te ezzel a szarral akarsz pénzt keresni? Én ezt ismerem, hogy ez ronda, ez kocsmár, ez tehetségtelen. Azt mondtam, hogy tehetségtelen. Hogy lehet így egy férfiről elvárni? Hogy lehet ilyenre kikenni? Két gyermekes családapát, hogy lehet ilyen hülyét csinálni belőle? Szarom bele, hogy jön ez a szar? Megértetted meg, hogy mit mondom? Mit mondasz? Ebből te nem fogsz pénzt keresni. Megértetted meg, hogy mit akarok? Én ezek fillér pénzt nem adom. Nem értek el, nem értek el. Azokat, akik azt akarják, hogy itt tessem. Ide idegen férfi beleteszi a lábát, az biztos, mert a nyakát töröm ki, aztán lehet. Ez nem úgy férfi a kicsikém. Ha nem vagy férfi, nem értek el, hogy milyenek. Itt nem lesz semmiféle vállalkozás. Hülyét csinálsz az emberben. Mi ez a magik, vagy bogár? Mi a szar ez? Valami kieset, valami kenőcs. Tiszta ideg lettem, komolyan mondom tényleg, hogy jön az a szar le a szememről. Menjél, mosakodj le a fürdőszobába. Nem érdekel, hogy az a fürdőfény szívesen. Nem adjunk. Franca, ki meg ez ilyen hülye ötletem. Hogy lehet el a férfiakat kifesteni? Mi vagy te? Mi vagy te? Te egy komoly családanya vagy. Hát mi vagy te? Hogy lehet ideig elsüllyedni? És ez nem is a lakásunkon? És
a gyerekek ezt fogják látni, amikor vérzik, hogy apa, mi sírik egy zsúk fel, hogy ülök szembe vele egy ilyen pojáca. Mi jó, hogy nem mostál parókát a fejedre. Mit hiszem? Elege van ebből. Tényleg elege van. Az ember megpróbál tényleg normálisan élni, tűrizik, mint egy állat, és akkor hülyét csinálnak belőle. Lejött? Szerencsére, ezt is a vasot is én vettem. Hát te sose fog lejönni, hát hogy mi? Nézd meg. Hát én nem mentek utcára. Ma nem megyünk vacsorázni. A pizzát nem ered meg, légy szíves, jó? Na, ma még nem ettem egy falatot se. Hülyét csinál belőlem, kérek, komolyan mondom. Halló! Szevasz! Halló! Szia, Pizi! Hát nem, nem jöttem. Már az előző időm jár, és nem tetszett. Nem, azt mondta. Azt mondta, hogy tehetségtelen vagyok. Semmi. Nem tudom, sütök még 4 pizzát, és halálra eszem magam. Remélem elvárik tőlem, én nem akarok ilyen emberre élni. Ennyire nem értékeli azt, hogy mit csinálok. Mibe vagyok jó tehetséges, mi az álmaim, mi az, amit szeretnék továbbfejlődni, kitalálni valamit, nem csak magamért, érte is, meg a családért is. Ennyire nem figyelem, hogy ennyire csak a saját hülyeségét követi azt, hogy kikéri magát. Hát rajta gyakoroltam, hát Istenem! Na most miért? Ahelyett, hogy örülne, hogy beavatom, nem? Szerintem is. Én inkább vagyok lehet a szerepetni. Elegem meg az egész állam. Cseszeget, kritizál, kikéri magának az ötleteimet, az se jó, ahogy vasalok, az se jó, ahogy főzök, az se jó, amit kitalálok, az se jó, ahogy gyereket nevelek, állandóan probléma van velem, én nem akarok ilyen emberrel élni, aki mellett azt kell éreznem állandóan, hogy én nem vagyok jó, hogy én mindent rosszul csinálok, nekem ebből elegem van. Ne fordulj meg és tedd le a telefont. Már én most megijedtem egy kicsit. Azt mondtam, tedd le a telefont. Mondhatta volna úgyis, hogy tedd vissza a nyuszit a dobozba. Erre, Jézus, azt hiszem, most elálljuk. Gondolatokat magad viszünk magunkkal, létáidóra.